Kevesen gondolnák, hogy az új típusú koronavírus még a madarakra, a madárodukra is rányomta a bélyegét. A Pilisi Parkerdő erdei iskolájában évente mintegy 8000 gyermek fordul meg, és az iskolások különböző foglalkozások keretében madárodukat is készítenek. Idén eddig nem szerveztek erdei iskolát, így sokkal kevesebb odu készült. Ezért különösen fontos, hogy az erdőgazda élénkíti az odu programot is, lakóhelyet biztosítva a városban és erdőben is a kismadaraknak. Az erdő védekezési mechanizmusában tudnak segíteni ezek a kisebb testű madarak, mint például a széncinke, vagy a kékcinke, vagy akár a csúszka. Hiszen ezek a madarak a fészkelési időszakban, költési időszakban rengeteg hernyót zsákmányolnak, amivel ugye etetik az utódokat, és így például egy ilyen téli időszak után, amikor ugye szinte alig volt hó, alig volt fagy, nagyon nagy mennyiségű hernyó várható, ezeket összeszedik, és így az erdő természetes védekezését tudják segíteni. A parkerdő területén rengeteg holtfát is hagyunk vissza, ennek ugye célja szintén az, hogy az erdei ökoszisztémát egészségesebbé tegyük, hiszen amellett, hogy egyfajta szivacsként működik a fekvő holtfa, tehát egy ilyen nedves időszakban magába szívja a vizet, és a szárazabb időszakban párologtak, az álló holtfák azok lakhelyül is szolgálnak a különböző énekes madarak számára, vagy más madarak számára is. Az sem véletlen, hogy a Pilisi Parkerdő magyar őshonos állatokat bemutató parkjában, a Budakeszi Vadasparkban is folyamatos az odu program. Folyamatosan helyeznek ki, illetve gondoznak odukat és költőládákat. Így például a kuvikok számára is külön programot indítottak. A Budakeszi Vadasparkban is láthatnak a látogatók kuvikokat. Ezek a Magyarország egyik legkisebb bagolyféléi, illetve találkozhatnak akár csak a madárbarát tanősvényen, de a park több pontján is kuvikoknak kikehelyezett műudukkal. Ezek költő oduk, igazából költő ládák számukra, melyeket gyakorta használnak is. Különböző féléket, különböző formájúakat láthatnak a látogatók, és innen nyerhetnek inspirációt akár arra, hogy saját kezüleg ők is otthon elkészítsék ezeket, illetve a Magyar Madártani Egyesület ajánlásával pedig akár ki is helyezzék őket. A szakértők szerint az internetes oldalak is rengeteg ötletet adhatnak az odúkészítéshez. A Madártani Egyesület weboldalán többek között az is megtalálható, hogy melyik madárfaj mekkora ládát és mekkora bejáratot igényel. Odut készíteni bármikor lehet, tehát ennek nincsen ideje, hogy mikor készítjük el magát az odut, azonban annak van jelentősége, hogy mikor helyezzük ki. Hogyha téli időszak előtt kerül ez kihelyezésre, akkor ugye tavasszal mindenképpen szükséges egy átvizsgálás, mert ott beköltözhetnek ebbe az odukba például pelék, amik nem biztos, hogy jó, hogyha madarak elől elfoglalják a helyet. Ugyanakkor vannak bizonyos pelefajok is, amik kifejezetten védettek, és számukra így élőhelyet tudunk biztosítani. A tavaszi időszak előtt, tehát még a madarak költési időszaka előtt érdemes még odukat kihelyezni, hiszen ilyenkor ugye felfedezik ezeket az új fészkelőhelyeket, mondjuk éppen például a kékcinke vagy a széncinke, és utána meg tudják kezdeni benne a költést. Fontos az, hogy ezeket az odukat azért érdemes tisztán tartani, időnként ellenőrizni, tehát a fészkelés elmúltával időnként szükséges az, hogy kiürítsük ezeket a fészkeket, így ugyanis mondjuk esetlegesen meg tudjuk szabadítani a következő költőpárt az ott élő élősködőktől. A Pilisi Parkerdő az elmúlt években több erdészetének területén is telepített odútelepet, ahol elsősorban széncinegék és örvös légykapok vették igénybe az ember által épített kis otthonokat. A kutatások azt mutatják, hogy egy cinkepár egyetlen fészkelési időszakban 15 000 kártevőt pusztít el.